Szevasztok, Peti vagyok és az Avagrup média csatornát nézitek. Eljött a sorozatnak a második része, és ma regisztrálunk az Elster nevű honlapra, amin keresztül ti meg tudjátok csinálni Németországban a saját adóbevallásotokat, azután, hogyha végignézhetek ezt a videót, illetve tudtok eléggé németül ahhoz, hogy az online kérdőív kérdéseire tudjatok válaszolni. Még egyszer mondom, hogyha van egy tavalyi adóbevallásotok, akit egy profi ember készített el, akkor azt gyakorlatilag csak le kell másolni, illetve a idei, illetve hát ugye a tavalyi eh, évégi adatokat beleírjátok. De most nézzük meg a regisztrációt. Ez itt az Elster honlapja, mint mondtam, nem árt tudni németül, de itt a Benutzerkonto Erstellen gombbal tudjátok regisztrálni magatokat. Sok buta kértést tesz. Itt van kiválasztási lehetőségetek arra, hogy hogy szeretnétek, hogy azonosítsátok magatokat. A leggyakoribb, és én is ezt használom, hogy van egy azonosító adat, egy fájl, amit letöltötök, és amikor legközelebb be akartok lépni az Elszel honlapjára, akkor a számítógépen meg kell keresni ezt a fájlt, ki kell választani a be belépés során, majd megmutatom, és e, akkor azzal azonosít a honlap. Máskülönben lehet e, a személyi igazolványotokkal igazolni magatokat, de csak német személy igazolványt fogad el, tehát ez valószínűleg nektek még nem terep. Lehet egy ilyen biztonsági, olyan, mint egy USB pendrive-ot igényelni, ami pénzbe kerül, és ha elveszed, akkor ugye nem tudsz belépni. És van a Signature kárte, tehát gyakorlatilag ez az a személyi azonosító kártya, ugye az új magyar személyigazolvány is a megvásárló alkalmas arra, hogy, hogy igazold magad egy ilyen megfelelő kártya hogy te vagy te. De mindenkinek azt ajánlom, hogy ezt az első opciót használja. Megkérdezi, hogy saját magadnak vagy egy cégnek szeretnél kontót létrehozni, nyilván saját magadnak hozol kontót, és akkor megkérdezi, hogy egy új regisztrációt akar csinálni vagy egy meglévő regisztrációt akarsz folytatni, tehát egy új regisztrációt csinálsz. Ugye nálam ez azért kérdezi meg, mert ő tudja, hogy ezen a számítógépen már van egy regisztrált felhasználó, tőletek nem feltétlen fogja ezt a lépést megkérdezni. Beírjátok az e-mail címeteket, beírjátok a születési dátumotokat, az adó azonosító számotokat, tehát ugye mikor elkezdtek Németországban dolgozni, akkor el kell menni az adóhivatalba is, és akkor kaptok egy postán egy identifikációs numert, ami a gyakorlatilag egy nagyon féltett őrzött kincsetek számotokra. Ezzel az azonosító számmal tudtok belépni. Meg kell adni egy maximum 8 jegyű azonosítót, tehát egy felhasználó nevet. Be tudtok adni egy biztonsági kérdést, és erre tudtok adni egy maximum 40 karakteres ö, választ. Hogyha itt most a tovább gombra kattintotok, akkor ez a része a regisztrációnak befejeződött. De figyelem, hogy most azonnal még nem tudtok nekiállni az adóbevallásokat megcsinálni. Azért nem tudjátok még elkezdeni az adóbevallást, mert. Az itteni regisztráció után kaptok először egy e-mailt, amiben benne lesz az aktívi, aktiváció kódotok, valamint postán fogtok kapni a címetekre, ami az adóhivatalnál ö, hátra van jött címetekre egy ö, levelet, és ebben a levélben van még egy aktiváló kód, tehát e-mailben aktiválási azonosító, a postán aktiválási kód, ezzel visszajöttök a honlapra, beadjátok az azonosítót, a kódot, és utána lesz kész a regisztrációtok. Úgyhogy majd az utolsó videóba innen folytatjuk az Elster honlappal. Maradjatok velünk, iratkozatok föl, osszátok meg barátaikkal ezt a videót, hogy ők is hamarosan el tudják készíteni saját adóbevallásukat. Szervusztok!